Jó estét, sziasztok! Krisztián vagyok, és ebben a vlogban szeretném megmutatni, hogy hogyan csinálom meg a méheknek a téli takarást. Ilyenkor már le vannak 7-8 keretre szűkítve a családok nálam, de csak egy fekete fóliát és egy hőtükörfóliát szoktam berakni ilyenkor még. Egy résnyire elhagyom a keretek elejétől, hogy levegőzöm még egy kicsit, ilyenkor még nem szoktam őket agyon hogy ugye hagy legyen minél hosszabb a Fiasítás, mint mentes időszak, ha nagyon be vannak takarva, akkor kevesebbet fogyasztanak, de akkor hamarabb elkezdenek fiasítani, és ennek az elkerülésének az érdekében ilyenkor még inkább hűtöm őket egy kicsit. De viszont már azért jöttek a éjszaka itt már mínusz két fokok voltak, úgyhogy lassan be kell nekik rakni. Ha van elegendő telelőélelmük, vagy elegendő jó minőségű telelőélelmük, egészségesek a családok, és elég erősek, akkor semmi bajuk nem lesz, mínusz 20 fokba se. Már volt egy kísérletképpen, például egy családot úgy hagytam, hogy teljesen takarás nélkül, csak egy fekete folyával, egy jó erős családot tavasszal nem volt semmi bajuk, hanem kibírták, melegítették egymást, többet fogyasztottak, de, de kihúzták a telet. Úgyhogy ilyenkor még nem szoktam agyant akarni őket, ilyenkor még havonta egyszer-kétszer szoktam nekik nyomni okszásabbal, hogyha hogy hogy azért minél jobban ki tudjam használni a fiasításmentes időszakot. De viszont most már karácsony előtt vagy így december elején, november végén szeretném nekik berakni a fiasítást, ami nálam, fiasítást, a szigetelést, ami nálam ö, egy három centis nikecel szokott lenni, amit kukazsákba szoktam belerakni. De ugye tudjuk jól, hogy a kukazsákot is, meg a nikecelt is, ö, hogyha úgy érzük, hogy nincs rá szükségük, akkor kihordják a méhek. Úgyhogy a kukazsákot is azért kellett rárakni, hogy ne bontsák meg a niket mint látható. Így elkezdik szétszedni egy idő után. Ez a kis vájat azért van, hogy a tavaszi serkentésnél fel tudjanak járni egyébként a méhek. És azt hallottam most, hogy sokan csinálják úgy, hogy vásárolnak ilyen stretch fóliát, ennek ilyen nagybani piacon, zöldségpiacon, ilyen 1800-2000 forint egy két kilós tekercs, és akkor ezzel szokták betekerni. Ez ugye elég jól, szokott, jól tapad magához, dinnyét is ezzel szokták tököt, ilyesmit, ha félbevágják, ezzel szokták letekerni, meg a csomagokat is. mit szépen összefogom, és feszesen szépen rátekerem két-három soron, ezt, ezt viszonylag nehezen bontják ki a méhek állítólag, majd most kiderül tavasszal. Így, snitzerrel elvágom a profi szabászasztalom, amit mézes hordókból, meg egy OSB-lapból eszkábáltam hirtelen. És akkor össze lehet nyomkodni az se baj, hogyha rajta van a fólia, én nem szedem le. Igazából se az elején, se a végén nem dolgozom el tökéletesen, mert hogy így, így is, ahogy benyomom a keretek mellé, még jobban szigetel egy kicsit, talán ha passzosabb, ugye ez azért enged is, de azért tartása is lesz, hogy picit, picit így nem bukik be olyan könnyen a kerethez, bár oldalról kívülről meg szoktam még egy kerettel támasztani. Hát ennyi, ez fogom, ez a most ma esti program. Szépen fogom, aztán lestretchfoljázom ezeket, és akkor amint lesz egy kicsit, kicsit bemelegszik az idő, ilyen 10 fok fölé megy a hőmérséklet, akkor berakom oldalról, meg fölülről is rakok be majd ilyeneket, és akkor nálam ennyi lesz a téli takarás. Ha bármi kérdésed van, vagy tapasztalatod esetleg a stretchfolyával kapcsolatban, vagy, vagy ö, téliesítéssel kérdés, vagy tapasztalat, ha megosztod velünk, a komment szekcióban azt nagyon megköszönöm. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Sziasztok!